Sziasztok! Tudtátok, hogy régen, Bécsben, sőt még a Habsburg udvarban is kedvelt, különleges inyenség volt az alairák. Vannak 18. századi szakácskönyvek, ételsorok, közel 100 recept, amelyben tradicionális és elterjedt magyar ételként említik az alairákot. Egy régi helyi közmondás így határozta meg a vármegye legfontosabb értékeit. Zala bora, Zala rákja, Zala menyecskéje. Az Zala folyó 1961 és 1963 közötti szabályozása előtt nagy területeket borított víz, ami tele volt halakkal és rákokkal, ezeket értékük miatt tenyésztették is. Igazi hungarikumnak számít a zalai rák, amely egyben az édesvízi rákok összefoglaló neve. Mind a folyamirák, mind a kecskerák olyan természetes életközeget talált Zalában, amelynek hatására igazi ínyenc fogássá tudtak válni Európa lakói számára. A középkor óta a folyamirákot nagy mennyiségben halászták ki a Zala folyóból és a Kis-Balatonból. A zalai rákot Bécsben a kiváló minősége miatt kifejezetten kedvelték. A Széchenyi család zalai birtokairól 1800 és 1804 között évi 7000, majd 1807-ben már 8000 rákot szállítottak Bécsbe. 1894-ben Budapesten egy zalai rák ára a piacon 30-35 korona, vendéglőben 50-60 korona volt. Sajnos a 19. század végén a rák mennyisége jelentősen apadt, majd a 20. századi brutális folyószabályozás után, amikor a Zala folyó szinte csatornaszerű lett, majdnem ki is halt.